Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A Szigeterődről tanácskoztak. A vár környékének szinte teljes megújulását hozhatja a program. Javítják a hibákat. Balesetveszélyt elhárító munkák folynak a város leghosszabb kerékpár útján. Már működik a krízisautó. Felkészülten várják a gyulai hajléktalan szálló munkatársai a téli időszakot. Márai volt a fókuszban. Az író Halotti beszéd című versét vették gorcső alá a Városi Könyvtárban. Nagy várakozás előzi meg Gyulán a Szigeterőd programot, mely a vár környékének szinte teljes megújulását hozná magával. A témáról kedd délután a turisztikai szolgáltatók tanácskoztak. Ez a nap híre. Nemzetközi mércével mérve is jelentős turisztikai célponttá válhat Gyula a Szigeterőd program megvalósítása révén. A sokak számára még főbb vonalaiban is alig ismert programmal kedd délután a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület tagsága ismerkedett. Nagyon nagy várakozások vannak a Szigeterőd program kapcsán a tagságunkban, de azt gondolom a város teljes lakosságában. Ez a fejlesztés sok-sok éven keresztül rendkívül pozitív pályaképet vetítetne a turizmus elé Gyulán. A program előkészítő munkálatai alapvetően eredményesek voltak. Nem csak a régészeti feltárások hoztak egészen új információkat, hanem a levéltári kutatások során is fény derült olyan tényekre, melyek átalakítják, kiegészítik az eddigi tudásunkat. Bécsi, isztambuli, budapesti levéltárakban végeztek helyi kutatók a témával kapcsolatos kutató munkákat, és elképesztő dolgokra találtak, megtaláltuk azokat a rajzokat és vázlatokat, amiket Mirandola mester a vár ostrom előtti pillanatban készített a szükséges megerősítésekkel kapcsolatban. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a város milyen, és főleg mennyi pénzből valósíthatja meg az elképzeléseit, de az biztos, hogy Gyula szerepel a Nemzeti Vár Program második körében, ami jó alapot adhat a jelenleg is folyó tervezéshez. Egy élménycentrikus olyan rendezvényhelyszínt szeretnénk létrehozni, amiből aztán egy olyan passzívan is működő történelmi látványosságokat, terényeket bemutató élménypark készül, ami önmagában egyéb aktivitás nélkül is rendkívül nagy érdeklődésre tarthat majd számot, és tulajdonképpen ez egy új turisztikai gazdasági szervezőerővé tud válni a környezetében. Az ambiciózus tervek szerint Gyulán egy egészen egyedi rendszer jönne létre a program révén, mely további lendületet adhat a turisztikai ágazatnak. Balesetveszélyt elhárító kátyúzási munkálatok folynak a város leghosszabb kerékpár útján. A szerda délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, ezzel már nem lehetett várni a felújítást célzó pályázatok megjelenéséig. Megkezdődtek a leromlott állapotú kerékpárút felújítási munkálatai. A Szent István utca és a Temesvári út több szakaszán nagyjából a 90-es évek eleje óta gondot jelent a biciklizés. A mostani munkálatok többek között azért indultak el, mert egyre több volt a panasz, az út gyakorlatilag balesetveszélyessé vált. Folyamatos kérdés, úgy gondolom, ez a kerékpárútnak a felújítása, hiszen megtöredezett, de most már olyan állapotba került, hogy hosszant irányban egész növényzetek nőttek ki, tehát maga eleve az, hogy előzni nem tud egy kerékpáros, balesetveszélyes kátyuk keletkeztek, tehát ezeket minél hamarabb szükséges volt feljavítani. Az önkormányzat elkészítette a felújítási és újjáépítési terveit a gyulai kerékpárút hálózatnak, tekintettel arra, hogy a kerékpárútjaink többsége gyalázatos állapotban. Nem fogalmazott túl finoman a helyi kerékpárutak állapotával kapcsolatban Görgényi Ernő. A polgármester elmondta, a város már átfogó, engedélyes tervekkel bír, vagyis a kerékpárutak teljes körű felújítása már csak a pályázat megjelenésére vár. Az itt kialakult helyzetet azonban orvosolni kellett, ezért ez esetben nem vártak a pályázat megjelenésére. Megrendeltünk 5,5 millió forint értékben kátyúzást, amellyel a balesetveszélyes helyzeteket megoldják, eltüntetik azokat a repedéseket és hiányosságokat, amiken el lehet esni, fel lehet bukni. Ez tehát még nem a megoldás, ez a balesetveszély elhárítása. Nem gondoljuk úgy, hogy elvégeztük a dolgunkat és hátradőlhetünk, hiszen továbbra is az a célunk, és ezt meg is fogjuk valósítani, hogy a teljes gyulai kerékpárút hálózatot felújítsuk, hogy szép legyen és jól közlekedhető. A tervek között az szerepel, hogy a város gyakorlatilag valamennyi kerékpárútját felújítsák, kisebb mértékben pedig újakat is építenének.
Egészen konkrétan 13,5 kilométert érintene felújítás, 18,5 kilométert pedig átépítés. Ezen túl szó van közel 850 méternyi kerékpár sáv kialakításáról is. A fejlesztésekhez szükséges források jelentős részét határon átnyúló román-magyar közös pályázatból fedeznék. Felkészülten várják a gyulai hajléktalan szálló munkatársai a téli időszakot. A jelenlegi 34 férőhely igény szerint bővíthető az éjszakai szálláson, és november 1-től 24 órás ügyeletben működik a krízisautó is. November 1-től már úgynevezett krízis időszak van a gyulai hajléktalan szállón. Ilyenkor fokozottabban figyelnek arra az intézmény munkatársai, hogy senki ne maradjon fedél nélkül. Bárhonnan bárki bejöhet, ha nincs hol meghúznia magát, az éjszakai szálláson történő tartózkodás. Az egyik fontos feltétele egy érvényes tüdőszűrő lelet. A hajléktalan közalapítvány segítségével zökkenőmentesen tudják biztosítani a plusz férőhelyeket, amely tartós, kemény tél esetén többszöröse lehet a jelenleginek. Az éjjeli menedékünkön 34 fő a férőhely, de ilyenkor tudjuk bővíteni, akármeddig, amennyire szükséges. Van egy nappali melegedőnk, ahol 90 főt tudunk ellátni. A nappali melegedőhöz van csatolva egy népkonyha, ahova bárki bejöhet és egy tál ételt megehet, ez 100 fő. És van egy átmeneti szálunk, amit annyira nem érint a krízis időszak, mert hogy ott 16 fő rendszeresen ott él, gyakorlatilag egy éven keresztül van velük szerződésünk, és hogy ezt tudjuk bővíteni, amennyire szükséges a téli időszakban. A krízis időszakban egy gépkocsi is rendelkezésre áll a nap 24 órájában, így egy riasztás esetén rövid idő alatt a helyszínen tudnak lenni a munkatársak, és azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. A téli időszakra a krízis autó újból szolgálatba, mint az előző években, a megye egész területéről kaphatunk riasztást, és a diszpécser központ által előre leszervezett szálláshelyre tudjuk elszállítani. Nagyon fontos, hogyha bárki a lakosság részéről bárhol talál utcán lévő embert, és nem tudja megítélni, hogy hajléktalan, vagy bármilyen problémája van, akkor jelezze azt akár a rendőrség, akár a mentők felé, és ők megteszik a szakszerű lépést, és hogyha hajléktalan, akkor tudnak minket értesíteni, és tudunk lépni ez ügyben. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a szállón ilyenkor köszönettel vesznek adományokat, elsősorban téli ruházatot, sapkát, sálat és takarókat is. Márai Sándor egyik legismertebb versét, a Halotti beszédet vették górcső alá kedd délután a Városi Könyvtárban. Mészáros Tibor és Bot Péter harmadik alkalommal állították középpontba Márai munkásságát. Már minden csak gyerünk darab, szilánk, avit kacat. Az est egy videóbejátszással kezdődött. Szakácsi Sándor előadásában hallgathatták meg Márai Sándor Halotti beszéd című versét a jelenlévők. A Márai estet idén harmadik alkalommal rendezték meg. Az eddigieken felidézték az író-költő életét, az újságírói pályafutását. Most a lirikus Máraival találkozhattunk. Ez egy kivételesen nagy vers a magyar irodalomnak. Szokás azt is mondani, hogy a 10 legnagyobb magyar vers között tartják számon. Most ez nyilván mindig egy szubjektív kategória, tehát valaki szerint az, valaki szerint nem az, de én most azért gondolom, hogy ebben mindenképpen be lehet venni, hiszen a magyar irodalomon belül a magyar lírának van egy olyan sajátossága, hogy a történelemhez, egyáltalán a nemzethez tartozás, az mindig egy nagyon fontos témája a költészetnek, de most e tekintetben a Halotti beszéd, az megkérdőjelezhetetlenül ebbe a kategóriába tartozik. Márai elsősorban nem a költészetéről híres. Az est során azonban a résztvevők megismerkedhettek ezen oldalával. A vers elemzésére is kitértek az előadók. Továbbá bemutatták a versre reflektáló visszhangokat is. Igazából, ami ezt a verset létrehozta, ezt fejezi ki nagyon erős képekkel. Tehát konkrétan az emigráció, az emigráns lét kitaszítottsága, lehet ezt mondani, a magyar nyelvhez való viszony és attól el nem szakadni akarása, de ugyanakkor mégis tapasztalja magán az, hogy kezd kopni benne a magyar nyelv. Ő azért mégiscsak író, tehát ez tulajdonképpen a munkaeszköze, ha úgy tetszik, ráadásul magyar is. Tehát nagyon sok olyan vonatkozása van, ami az emigráns
lét, az emigráns ember, az emigráns író kiszolgáltatottságából fakad. A márai hagyatékot kezelő Mészáros Tibor elmondta, azért kihívás még számára máraival foglalkozni, mert egyre jobban megismeri az írót, és mindig talál benne valami újat, meglepőt. Összességében ez ösztönzi a további munkára. Befejeződtek az Almási kastély építési munkálatai. Lássuk a rövid híreket. Az építési munkálatok befejezését követően a november 30-ai projektzárás előtt mutatták be a kastélyfelújítás jelenlegi állapotát a helyszínen. A bejárást megelőzően a jelenlévők Virág Zsolt projektmenedzsertől kaphattak tájékoztatást a kivitelezés fő állomásairól és a látogatóközpont jövőbeni működéséről. Az épület felújítási és restaurációs munkálatokat követően jelenleg a kiállítás berendezése, az installációk beépítése és a biztonságtechnikai rendszer felszerelése zajlik. A látogatóközpont kialakításánál a hitelességre és az élmény alapú interaktív tárlatvezetésre helyezték a hangsúlyt a szakemberek. A tájékoztatón elhangzott, ezzel a beruházással Gyula egy fontos turisztikai állomáshoz, de semmiképpen nem a végállomáshoz érkezett. A vár és a fürdő mellett ezzel egy újabb olyan attrakció színesíti a fürdőváros turisztikai palettáját, ami újabb vendégeket csábíthat Gyulára. A látogatószám tekintetében az óvatos becslések is komoly számokat vetítenek előre, ami azt is jelenti, hogy a kastély támogatás nélkül is működtethető lesz. A látogatóközpontban a főúri család mindennapjai mellett a személyzet életébe is betekintést kaphatunk okostelefonos tárlatvezetéssel. A próbaüzem rövidesen elindul, a tervek szerint az épület jövő március közepén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. 39 kisgyermek számára két WC és két viszoár az, amelyik rendelkezésünkre áll. Igen, csak szűkösek a lehetőségek az újvári óvodában, mutatja ezeken a felvételeken Szilágyi Ferencné tagintézményvezető. A Bajcsi úti óvodában annak jó pár évtizeddel ezelőtti megépítése óta igazán nagy felújítást nem végeztek, ezért is bír nagy jelentőséggel a kedd délelőtti bejelentés, mely szerint a város 30 millió forintot nyert a belügyminisztériumtól. Ehhez a 2 milliós önerő mellett még 10 millió forintot költenek arra, hogy ne csak a felújításra, hanem a bővítésre is fussa a forrásokból. A források megszerzésében aktív szerepet játszott a térség országgyűlési képviselője. Állami támogatást kapunk ennek az intézménynek a felújítására és bővítésére. Az óvoda felújítás egy nagyobb stratégiai folyamat része, melynek most körülbelül a felénél tart a város. A cél az, hogy megújuljanak ezek az intézmények. A következő időszakban 5 gyulai oktatási nevelési intézmény korszerűsítése élvez elsőbséget. Ezek között 2 óvoda van, a gyulavári és a törökzugi, az iskolák között pedig a bai, a dürer és a lila szerepel a sorban. A Gyulaváriban lévő Bánya utca aszfaltozása látható itt, ami azért is volt nagyon fontos, mert az útalap állapota már enyhén szólva is kritikus volt. A 184 méteres szakasz az utca mintegy kétharmadát teszi ki, idén erre volt lehetőség, a fennmaradó részt jövőre aszfaltozzák le. A körzetképviselője Szabó Károly elmondta, 2015-ben 8 millió forintot tudtak út- és járdafelújításra fordítani Gyulaváriban. A Bánya utcai útépítés mellett a seregélyes dűrőn 550 méteres szakaszon helyeztek el járdát, alapokat és további útalapok karbantartását is tervezik. A tervek szerint Gyulavári összes útalappal rendelkező útja burkolatot kap jövőre, és több utcát is újra aszfaltoznak majd. Megmosom a kezemet, először a tenyerem. A város több általános iskolással vett részt azon a Békés megyei kormányhivatal által szervezett programon, ahol higiéniás ismereteket sajátíthattak el. A városi sportcsarnok idén először nyújtott helyszínt az egészségfejlesztési foglalkozásnak. Az interaktív játékos nap során a baktériumokról, az antibiotikumok helyes használatáról szerezhettek információt a gyerekek és tanáraik egyaránt. Az őszi, téli időszakban különösen fontos, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a személyi higiénia betartására. Baktériumok az egyik eszközről rámennek a másikra. A gyerekek az alapvető higiéniai lépéseket ismerték, így a program egyfajta megerősítésként szolgált számukra.
Gyulának történelme során számos híres szülötte volt. Festők, alkotóművészek, feltalálók, különböző tudományákban jártas személyek vitték szerte a világba a városunk hírét. Apor Vilmos, Erkel Ferenc, Kohán György, Karácsonyi János, Simonyi Imre. Ön ismer híres gyulaiakat? Erkel Ferenc, Kis László az író, akkor van a, nem jut most írtam szembe, aki ilyen domborműveket csinál. Nem jut eszembe most érten a neve. Vannak neki szobrai kint a szanatóriumban is. Ugye a leghíresebb Erkel Ferenc. Ha a Gyula jut eszünkbe, akkor Erkel Ferenc jut eszünkbe. Dürer, Kohán, Munkácsi. Kohánt mindenképpen. Jó sportolót is, és meg kocsist. A héten befejezik a betakarítást a mezőgazdaságban. Lapszemle következik. A migráns kvóta ellen gyűjtenek. Délbékés településein eredményesen gyűjtik az aláírásokat a kötelező betelepítési kvóta ellen, írta az Orosz Café. A Fidesz petíciójához Orosházán is sokan csatlakoztak. A párt az év hátralévő részében igyekszik minél több embert elérni, a cél az 1 millió aláírás. A tiltakozás eredményét eljuttatják Brüsszelbe. A héten befejezik a betakarítást. Az ősz eleji nagy esőzések miatt elhúzódtak a munkák, írta a Csabai Mérleg. A 88 ezer hektáron termesztett napraforgó 98%-a a magtárakba került. A maradék területen az esők miatt a gazdák betárcsázták a földön maradt termést. A termés kiesés emiatt mindössze 0,5% körüli. Egyre többször látunk vörösnyakú ludakat. Ismét egyre nagyobb számban jelennek meg vörösnyakú ludak a biharugrai halastavak környékén, írta a Körösmaros Nemzeti Park honlapja. A vörösnyakú ludak általában a nagylilik csapatokkal együtt érkeznek. Biharugrára október végén jöttek meg az első nagylilikek, számuk mostanra elérte a 13 ezret. Szent Hubert napi hálaadó ünnep Tisza-szigeten. A Tisza-Maros-szög vadásztársaságai immár harmadik alkalommal tartottak ünnepi hálaadást az egész év áldásaiért november 8-án, írta a Magyar Kurír. Ez alkalomból Fazekas Gusztáv plébániai kormányzó felkérésére Kisrigó László megyés püspök celebrált ünnepi szentmisét a páduai Szent Antal templomban. Érdemi eső nélküli enyhe idő várható a következő napokban. Vasárnap már megerősödhet a szél, és jó eséllyel több csapadék hullik. Csütörtökön folytatódik a szép tavaszias időjárás. Általában derült, száraz idő lesz. Északnyugati, nyugati irányú gyenge, a délutáni órákban kissé élénkebb szél fúj. Jelentős köd vagy eső nem lesz. A hőmérséklet csütörtökön 13-18 fok körül alakul. A folytatásban pénteken számottevő eső nélküli idő, kora délutánonként magas hőmérséklet, 9-16 fok várható. Lássuk még egyszer mai híreinket. A Szigeterődről tanácskoztak. A vár környékének szinte teljes megújulását hozhatja a program. Javítják a hibákat. Balesetveszélyt elhárító munkák folynak a város leghosszabb kerékpárútján. Már működik a krízisautó. Felkészülten várják a gyulai hajléktalan szálló munkatársai a téli időszakot. Márai volt a fókuszban. Az író Halotti beszéd című versét vették gorcső alá a Városi Könyvtárban. A Gyula TV híradóját látták, most a három téma következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!